Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunk fő témája a farsang. Megismerhetik ennek eredetét, valamint, hogy milyen szokások kötődnek ehhez az időszakhoz. Emellett pedig bemutatjuk az egyik ilyenkor hagyományos édességnek, a csörögefáknak a receptjét is. Tartsanak velünk! Javában tart már a farsangi időszak, de hogy hova is vezethető ez vissza, illetve milyen szokások vannak ilyenkor, arról beszélgetünk Váci Márka történésszel, köszöntelek a stúdióban. Akkor beszélgessünk egy kicsit arról itt az elején, hogy a farsang mettől meddig is tart, illetve milyen eredete van ennek, hova nyúlik vissza? A farsang az kétféle ünnep igazából ma már, hiszen van egy hagyományos egyházi része, ugye az úgynevezett évközi idő, ezt nevezhetjük így, illetve van egy világi része, ami ugye ma már leginkább a nagy mulatságokban nyilvánul meg, de vannak olyan egyházi események, amelyek a farsangi időszakban zajlanak, majd mindjárt erről is fogok beszélni részletesebben, de hogy honnan is ered ugye maga a szokás. Nagyon érdekes, ugye, ha megnézzük a szónak az eredetét, akkor a német fasching szóból ered, amit ha beírunk akár egy online szótárba, vagy megkeresünk egy online szótárban, papír alapú szótárat kinyitunk, ugye egy könyvet, akkor azt fogjuk ott találni, egy karnevál. Tehát igazából az eredeti jelentés az már teljesen áttevődött erre az időszakra, de tényleg a németből ered, és így jelent meg a magyar szóhasználatban ez a farsang módosult elnevezés, ami igazából ugye a vízkereszt és a nagybőjt közötti időszakra tehető, ami a mulatozásról szól leginkább, illetve a vége, az úgynevezett farsang farka, az az utolsó hét, utolsó néhány nap, ugye az úgynevezett farsang vasárnaptól a húshagyó kedélyfélig, ez leginkább a kimondott karneváli és mulatozó, télűző időszak. Ugye az egyházi liturgiában nyilván ez meghonosodott, és nálunk Magyarországon, hát legkésőbb Mátyás korában, tehát az 1400-as évek derekán jelent meg, ugye német közvetítéssel, ahogy ezt a neve is mutatja, és tulajdonképpen került be így, ugye a humanizmus korában, a reneszánsz korában a magyar szokásvilágba, és aztán az egyházi hatások is nyilván érvényesültek abban, hogy hogyan zajlottak ezek a mulatozások, milyen szokások alakultak ki körülötte, illetve nyilván itt a szomszéd népektől történő átvitel és átvétel, majd itt a konkrét szokások kapcsán fogunk olyanról beszélni, ami részben német eredetű, fogunk olyanról beszélni, ami leginkább horvát vagy délszláv eredetű, ugye itt a farsang kapcsán, tehát el lehet azt mondani, hogy a szomszéd népeknek a szokásai és a hagyományvilág azért hatottak erre az időszakra, ráadásul azért azt se felejtsük el, hogy itt az 1700-as évek második felétől egy nagy arányú betelepülés történik a Magyar Királyság területére, amikor már az itt lakó etnikumoknak a szokásai is meghonosodnak és megjelennek ebben a szokásvilágban igazából. Akkor egy kicsit kitérve arra, hogy ezek hogyan érvényesülnek? Mielőtt erre rátérnék, azért az egyházi vonalról nagyon röviden hadd beszéljek, csak azért, mert ezt Fehérvárt is érinti. Ugye január 20-a Szent Sebestyén ünnepe, vagy a néphagyomány szerint Fábián Sebestyén napja, ugye a sok-sok segítő szent közül Szent Fábián és Szent Sebestyénnek az ünnepe. 1739-1740-ben itt egy óriási nagy pestis járvány dúlt a városban, ezt megelőzően 1710-ben volt egy hasonló nagy járványhullám, ami végig söpört a városon. Ez az 1739-40-es az nagyon érzékenyen érintett a külvárosoknak a lakosságát, amik éppen akkor voltak egyébként kialakulóban. Ugye egy paraszti népesség kezdett letelepedni itt az egykori budai külváros, tehát a felsőváros területén, ahol most is vagyunk, ugye a Szent Vendel utca is ide tartozik, és egy fogadalmi napot szenteltek annak, hogy a város lakossága megmenekült a pestistől 1740-ben, tehát ahogy lecsengett, mondjuk így, mai divatos kifejezéssel ez a járvány, ugye az utolsó hullám, egy fogadalmi ünnepet tartottak Szent Sebestyén napján, január 20-án, és elkezdtek egy kápolnát is építeni az ő tiszteletére, ez a mai Szent Sebestyén templomnak az elődje. És ugye
bárhogyan is alakul a húsvétnak az ünnepe, hiszen a farsang ugye mindig a húsvéthoz igazodik, a Szent Sebestyén nap az mindig a farsangi időszakban van, és ezért egy nagyon érdekes szokás alakult ki, ugye a templom búcsúval együtt, a fogadalmi nappal együtt, ilyenkor farsangi fánkozást tartanak a felsővárosi plébánia templom előtti, ma már úgy hívjuk ezt is, hogy Szent Sebestyén téren, kis forralbor, kis tea, farsangi fánk, szilvalekvár, barackelekvár, akármi, illetve, ha jól tudom, akkor az idei évben történt meg először, és remélhetőleg meghonosodik szokásként a templom ölelés, ugye, hogy a hívek és a résztvevők ezen a Szent Misén, meg az ünnepségen résztvevők, ugye egy kört alkottak igazából a templom körül, egyik irányból elindulva, visszatérve a másik irányba, és körbeölelték igazából a templomot ugye kézen fogva, és ezzel kifejezték ugye az összetartozást, az ünneplést, és azt az örömöt, ami ezekben a napokban egyébként jellemző. A farsangi időszaknak a szokásait ugye leginkább az öröm az, ami áthatja, illetve, ahogy már említettem, a farsang farka, tehát nagyjából a farsang vasárnaptól, tehát az utolsó vasárnaptól húshagyókedd évfélig tartó időszak, ez a három nap, ez kifejezetten a télűzéshez kapcsolódik. És hát ugye megjelenik természetesen a tavaszvárás is ugyanúgy benne, és megjelenik az is, hogy itt aztán majd elkövetkezik egy nagyböjti időszak. Hiszen ugye a hamvazó szerdával, húsvagyókedd után következő nappal elkezdődik ez a nagybőjt, amikor már például a legalábbis hagyományos egyházi szokás szerint ugye a katolikusok nem fogyasztottak húsételt, és ez a görög katolikusoknál, akik ugye kvázi félúton vannak az ortodoxok, tehát a görög keletiek és a római katolikusok között, ez még annyiban szigorodott, hogy ők az állati eredetű termékeket is teljesen elhagyták. Tehát nem csak a zsírt és a húst, hanem például a tejet, vajat, és ezért ezt az utolsó vasárnapot, ezt a farsang vasárnapot a görög katolikusok vajhagyó vasárnapnak is nevezik. Tehát ott azért egy kicsit szigorúbb. Ezt tudjuk, hogy az adventi időszak is náluk előbb kezdődik, az adventi bőjt 6 hétig tart, ugye a római katolikusoknál 4 hétig, tehát azért itt is egy kicsit más. És nyilván ez az ortodoxoknál, mivel Fehérváron ortodox lakosság is él, megint csak más. Ráadásul ugye a naptárak eltérése miatt az ortodoxoknál ugye a húsvét is később kezdődik, körülbelül 2 hét különbség van, ahogy ugye a vízkereszt karácsony kapcsán szintén. Említetted itt az ételeket, a fánkot, ami ilyenkor elég jellegzetes. Hogyan alakult ez ki, miért pont ezt fogyasztják ilyenkor? Vagy vannak-e még emellett egyébként ételek, amit ilyenkor fogyasztottak esetleg régebben? Ugye a fánk az egy viszonylag gyorsan elkészíthető kelt tészta, még akkor is, hogyha a keresztéssel sokat kell várni, ezt gyakorló háziasszonyok tudják, főleg a farsangi időszakban, kisgyerekes anyukák nálunk is nagyon sok fánk fogy ilyenkor egyébként. Egy olyan tészta, étel, amit ugye zsírban vagy olajban sütnek, ez is egyfajta bőséget fejez ki, hiszen azért bőzsíradékban kell kisütni. Egy kerek ételről van szó, ami ugye a végtelenséget szimbolizálja, és a teljes egészet, tehát egyfajta egészséget is kívánnak ugye ezzel. Lehet akár azt is mondani, hogy ez egyfajta egészségvarázsló szokásának, a kerek tésztának a megsütése. Ugye ez általában úgy néz ki, hogy újjal benyomják a közepét, nyilván azért, hogy meg lehessen aztán tölteni mindenféle földi jóval. Ismerjük ezt az amerikai típusú teljesen lyukas fánkot. Ugye a magyar hagyományban ez általában nem lyukas, pont azért, hogy teljességet megjelenítse, de hát nyilván ezeket is azért előszeretettel fogyasztják. A lyukas fánk az ugye úgy jelenik meg, hogy ezeket ilyen cérnára föl lehet fűzni, és akkor mondjuk azért az új szokások között például fánkevő versenyek megjelennek. Ezeket könnyebb mondjuk egy szalagra vagy bármi másra felfűzni, vagy lelopni mondjuk egy farsangi mulatság alkalmával a madzagról. Tehát nyilván ez is van. Az ételek mellett azért fontosak az italok is nyilván, tehát a borfogyasztás például. Az, hogy farsang vasárnap a leendő vőnek, a leendő após fizeti a kocsmában az italt, tehát ő állja a cehet, és hogy ki lesz a leendő vő, meg hogy kit fog a fiatalember feleségül venni, ugye a lányok
régebben az volt a szokás, a farsang a párválasztásnak az időszaka, nem csak a bálokban, hanem például Erdélyben, ugye a tolfosztókban, kukoricamorzsolás közben kis bokrétákat, csokrokat osztottak, és a legények farsang vasárnap a kalapjuk mellé tűzték annak a lánynak a bokrétáját, akit választottak, és ugye innen tudták a lányok is, hogy na hát akkor ki lesz a jövendőbeli, a kiválasztott. Az étkezésben ugye a húsételek azok nagyon fontos szerepet játszanak. Érdekes az, hogy ugye bár korábban szokásban volt a torkos csütörtöknek a hagyománya, ami a farsang utolsó előtti hetének a csütörtöke volt egyébként. Ez valahogy áttevődött egy héttel későbbre, ami ugye azért érdekes, mert húshagyókedd után hamvazó szerda következik, és rögtön utána jön egy torkos csütörtök. Tehát itt azért van egy kis félrecsúszás a dologban, de ez még az utolsó olyan nap szokott lenni, ugye a vendéglátásban és turizmusban ez működik, ahol még azért bőségesen lehet fogyasztani, és utána bizony akkor következik a bőti időszak. Ugye ez például a farsang hagyományokban az úgynevezett konc királynak, vagy csont királynak és a cibere vajdának a jelképes küzdelmében jelenik meg, amikor vagy bábokat hordoznak körül, vagy pedig ezek jelképesen megküzdenek egymással, és hát ugye a teret azt ugyan elűzik, de hát mégiscsak a cibere vajda győz, tehát jönnek azok a szűkös nélkülöző napok, amik már hát az önkéntes nélkülözésről szólnak, ugye András napjától november 30-ától van a disznóvágásnak az időszaka, nagyon sok helyen ez már kitolódik egyébként a nagybőti időkre is, de általában jellemző, hogy a legfinomabb húsételeket és azokat, amiket kevésbé lehet tartósítani, azokat ugye a farsang végéig még gyorsan elfogyasztják. Ha már beszéltél itt a télüzésről, mi az, ami így a térségben szokás? Milyen télűző rendezmények vannak? Ami egyébként az étkezéshez is kapcsolódik, kifejezetten az a mohai tikverőzésnek a hagyománya, ami ugye 60-as években Pesovár Ferenc által került lejegyzésre, megörökítésre, és a szellemi kulturális örökség része, Hungarikum, és még sorolhatnánk, hogy mi minden, Fejér megyei érték is többek között, nagyon sokáig ezt a szokást egyébként nem gyakorolták, vagy csak nagyon szűkös, elszigetelt körülmények között, hatósági tiltás alá is esett. Ez igazából arról szól, hogy nagyjából 14 és 20 év közötti fiatal emberek, akik még legény emberek, tehát nem nősek, járják végig a falut ezen a napon, lányoknak öltözve, illetve különböző más alakoknak beöltözve, van egy úgynevezett szalmatörök, akit például nagy leplekbe beöltöztetnek, kitömik szalmával, hogy ilyen hatalmas nagy legyen, mint egy hóembert úgy lehet elképzelni, bekormozott arccal egyébként, és ugye járják végig a falut, és botokkal, pálcákkal, ugye hova beengedik őket a Baromfi udvarba, tyúkok fenekét megbotozzák, hogy ezáltal is ugye minél bőségesebb tojás áldásban részesüljön a család, bő legyen a termés, legyen mit enni a tyúkoknak, legyen mit enni a háziaknak, nagyon fontos. És hát ugye előszeretettel kormoznak. Hiszen ugye a hamu, a korom, ez megjelenik ugye a vízkereszt ünnepel kapcsán is, aztán megjelenik a húsvéti feltámadási szertartásban is, ugye a szentelt barkának az elégetése, ez szintén az újjászületést jelképezi, illetve ahogy hamvazó szerdán is ugye liturgiában elhangzik, ember emlékezzél, porból lettél és porrá leszel. Tehát az életnek az örök körforgása, a születés és a halál, és a feltámadás is megjelenik, tehát hasonlít egyébként a locsolkodáshoz, a húsvét hétfői locsolkodáshoz ez a kormozás, ami egyébként számos vidéken, Fejér megyei falvakban, például a szüreti felvonulásokra is áttevődik, és ott is előszeretettel kormoznak. Az étkezéshez ugye úgy kapcsolódik, hogy ezek a fiúk, ugye begyűjtik a különböző étkeket, amiket a házaknál kapnak, kolbász, szalonnát, tojást persze, és ugye az összegyűjtött tojásból pedig az a hagyomány, hogy a húshagyó keddi bálon, tehát ugye a tikverőzés után tartanak a faluban egy nagy bált, ami ugye éjfélig tart természetesen, hamvazó szerdában mindenki hazatér, elfogyasztják, hatalmas egy rántottát készítenek ebből, és ugye résztvevők elfogyasztják ezt a nagy rántottát, és ugye ahogy a fánkról beszéltünk, mint kerek ételről, hogy az élet teljességét és az újjászületést jelképezi. Ugye a tojás is egy kerek
étel, ráadásul ugye a tojásból kis csibe lesz, új élet születik belőle, ezekből már nem persze, de mégiscsak az új életet jelképezi és a termékenységet, tehát igazából ugye az újjászületést is jelképezi ezáltal. Egyébként, mint több ünnepnél is, farsangról elmondható-e az, hogy vannak olyan szokások, amit ilyenkor egyáltalán nem ajánlott végezni, vagy farsanghoz nem kötődik ilyesmi? Hát igazából itt inkább azok a kiemelkedő szokások vannak, amik kifejezetten a farsanghoz kapcsolódnak. Tehát ugye a farsangi időszak, a párválasztásnak az időszaka, és ugye a farsang végén, tehát általában farsang vasárnap vannak olyan szokások, amikben ez a párválasztás ugye lezárul igazából. Ugye ez az az időszak november végétől kezdve, amikor a klasszikus báli szezon is tart, ugye a bálokat is kifejezetten azért tartották, akár az arisztokrata körökre gondolunk, akár a falusi bálokra, hogy itt ismerkedjenek a fiatalok, párt válasszanak maguknak, és hát ugye aztán majd a nagybőjt után a húsvét időben pedig meg lehet tartani az esküvőket és a lakodalmakat, tehát elkezdődik a jegyesség, aztán a hirdetés és így tovább. Tehát az ismerkedéshez nagyon fontos szokások kapcsolódnak. A pártában maradt lányoknak a kicsúfolás, az úgynevezett tuskóhúzás, ami ugye szintén ilyenkor történik. Megy a lány az utcán, és a legények pedig húzzák utána a tuskót, ezzel is jelzik, hogy ő ugye pártában maradt. A bálokon ugye ezt szokták úgy mondani, hogy petrezselymet árul, tehát nincsen neki párja, nincsen, aki felkérje, és hát bizony neki még körülbelül egy évet várni kell ahhoz, hogy majd valaki feleségül vegye, hogyha szerencséje van. Aztán a macska zene szokása, ami ugye szintén megjelenik, de ez a május válítás kapcsán is egyébként jellemző, tehát kifejezetten tiltó szokások, azok inkább a hanvazó szerdához kapcsolódnak már. Az a lényeg, hogy a farsangban azért nagyon sok mindent szabad, nyilván nem mindent, tehát azért van egy határ, amin belül lehet mozogni, közbotrányt okozni, közszeméremsértést, tehát ez nyilván nem kapcsolódik amúgy sem a szokásokhoz, de nagyon sok mindent lehet, és a harsány szórakozásnak talán ez az egyik legjellegzetesebb időszaka, illetve a téltemetésnek a szokása, ami ugye más fontos magyarországi szokásokhoz is kapcsolódik, ugye leghíresebb a mohácsi busójárás, amit ugye most már azért Velencén is elég sokszor meg lehet tekinteni, ugye, tehát azért a térségünkhöz is kapcsolódik, és hát a mohai tikverőzés és a mohácsi busójárás kiemelkedők ebből a szempontból, ugye a Mohácson eleve a téltemetésnek a szokásával, a koporsónak az elégetésével végződik, ugye egy hatalmas nagy mágiát gyújtanak a főtéren, és erre helyezik föl a telet egy koporsóban, és elégetik, előzik, hogy jöjjön a tavasz. Illetve kis lámpásokat helyeznek ugye a Dunára, amik aztán elindulnak a Mohácsi sziget felé. Ugye ne feledjük el, hogy a busójárásnak azért van egy nagyon fontos történelmi hagyománya, hogy ugye a elbeszélések és a mondák szerint ugye a Mohácsi szigetre bújt el a környéknek a lakossága. Sokan a tatárjáráshoz kötik, sokan a török időszakhoz, tehát többféle monda is van, és ugye van egy olyan monda, hogy ijesztő állarcokban jöttek elő a lakosok erről a szigetről, a többiek addig ott bújtak, ugye lányok, asszonyok, gyerekek, és a férfi lakosság űzte el a tatárt, törököt, ugye ki melyik mondát ismeri, és így honosodott meg ez a szokás, illetve ezek a rémisztő állarcok, rémisztő maskarák ugye jók arra is, hogy a gonosz szellemeket, meg azt a ronda telet előzzék, és ugye várják a tavaszt. És ezeknek a lámpásoknak az elengedése, meg ugye a csónakkal átkelés a szigetre, az pedig pont azt jelképezi, hogy valamikor a szigetről jött vissza a lakosság, tehát azoknak az emlékére történik igazából ez a kvázi vándorlás, akik annak idején ugye a várost meg a környéket visszafoglalták. Tehát akkor elmondható, hogy nagyon sok esemény várja majd a farsangolni vágyokat itt a környéken, úgyhogy lesz lehetőség bőven mulatozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A farsangi időszak sokaknál nem telhet el fánksütés nélkül. A tökéletes recept tippkát pedig most Hegyi Ferencnétől kérdezem, aki a csörögefánk készítésébe avat be minket. Mi a receptje egy jó csörögefánknak? Hát a liszt, sok tojás, csipet só,
nagyon jó rum, hogy ne vegye be az olajat, meg egy csipet sütőpor, ennyi kell hozzá. Hegyi Ferencné azt mondja, a recept egy ősi családi titok, amelyet a mai napig őriz, de a felsővárosiak is jól ismerik. Én nekem az anyukám diktálta le, de valószínű a nagymamától ered még. Ezt csak valószínűsítem. Régen ez minden háznál csinálták ezt a forgácsfánkot, egy régi sváb recept. Az elkészítéshez csupán tojás, liszt, tejszín és rum szükséges. Összegyúrni és kisütni, ennyi. Nem kell sok hozzávaló se. Jó minőségű legyen a rum meg a tojás sárgája. És akkor jó lesz. Nem csak a formáját tekintve különbözik a szalagostól, elkészítése is gyorsabb, egyszerűbb. Szalagos fánkot azt dagasztani kell, hosszan dagasztani, és keleszteni, és utána kiszaggatni, és még mindig keleszteni. Tehát az nagyon hosszadalmas. Ez megvan hamar, ez egy gyors édesség. A kisütött fánkok pedig önmagukban is nagyon ízletesek lehetnek, de lehet tálalni porcukorral és lekvárral is. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!